Jelenleg az ország legnagyobb egyesített integrált egészségügyi intézménye a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Közel 5000 dolgozó végzi nap mint nap a munkáját, közülük több mint 3000 fő ápoló, közel 670 fő orvos, a többiek pedig a háttérben végzik feladataikat. Azt gondolom, hogy ez ugye ország egyik legnagyobb ilyen intézménye. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly szakmai munkát végeznek a kollégáim. Mind az ápolás, mind a maga az intézmény fenntartása érdekében, hisz nem csak ápolókat tüntetünk, hanem a háttérszolgáltatásban lévő kollégákat is. Tehát akik azért dolgoznak, hogy az ápolók és az orvosok tudják nyugodtan végezni a munkájukat. Ez egy főhajtás is előttük, nagy megbecsülés és nagy megbecsülést érdemelnek ki, hisz ők olyan pluszt adtak a mindennapi munkájuk mellett, amire a vezetőik, a kollégáik felfigyeltek. Még egyszer köszönet érte. A főigazgató hozzátette, az erkölcsi elismerés minden dolgozónak jár, hiszen lelkiismeretesség és szorgalmas elhivatottság jellemzi őket. A kitüntetést és a kinevezéseket azonban minden évben csak azok kaphatják meg, akik megfelelnek egy pályázati feltételrendszernek. Így idén 30 kitüntetést és fejenként 60 ezer forintos jutalmat tudtak kiosztani. Közel 38 éve dolgozom az egészségügyben. Az elejétől fogva laboratóriumban, diagnosztikában dolgoztam, és számomra nagyon sokat jelent az, hogy csapatban, közösen a laboros munkatársaimmal együtt olyan segítséget tudunk nyújtani a kezelő orvosoknak és ezáltal a betegeknek, hogy minél előbbi gyógyuláshoz tudjanak jutni. ...2004 óta dolgozom a nyíregyházi József András Kórház intenzív osztályán, és hát egy ilyen kinevezés mindenképpen egy jól eső érzés az elmúlt évek munkája miatt. Egy elismerés, amit az ember mindig nagyon szívesen fogad, és nyilván ezzel jár még több munka, még több felelősség, és még több munka, még több felelősség. A 8 adjunktusi kinevezésben részesült dolgozót 5, míg a 15 főorvosi kinevezettet 10%-os béremeléssel díjazta a kórház vezetése.